Ez az autós nem számíthat büntetésre. Jól látszik a Trafipax képernyőjén, hogy még az 50-et sem éri el a sebessége. A megyében kijelölt ellenőrzési pontokat viszont a lakossági bejelentések mellett az alapján választották ki, ahol jellemzően sok a gyorshajtó és balesetveszélyes az adott útszakasz. Az ellenőrzések egészen kedreggelig tartanak majd. A mai nap a Speed Marathonról szól, tehát 24 órás sebességmérés reggel 6 órától, holnap reggel 6 óráig 24 órában mérjük a sebességtúllépőket a megye illetékességi területén. 55 helyszínen dolgoznak kollégáim, lakott területen kívül és lakott területen belül is mérik a gyorshajtókat. Tulajdonképpen a mai nap arról szól, hogy felhívjuk a figyelmet a gyorshajtásnak a veszélyére, hiszen a baleseteknek több mint 30%-a a sebességtúllépés miatt, sebességhelytelen megválasztása miatt történik. Éppen ezért a méréseknek a nagy része lakott területen belül történik, hiszen a baleseteknek is több mint 60%-a lakott területen belül történik, több mint 65%-a, ugye a maradék a 35% lakott területen kívül. Éppen ezért több helyszín van lakott területen belül, mint lakott területen kívül. A megye 8 rendőrkapitányságára számtalan javaslat érkezett azokról a helyszínekről, ahol a lakosság úgy értékelte, hogy érdemes lenne sebességméréssel felhívni a figyelmet a balesetveszélyes közlekedésre. Monori Károly például Rakamazról Nyíregyházára járva azt tapasztalta, hogy a városba érve sem lassítanak az autósok. A 38-as úton úgy tapasztaltam, hogy sokan, mintha autópályán mennének, 120-szal mennek, és egyébként a korlátozó táblákat sem vették figyelembe, és ezért gondoltam, hogy itt kéne mérni egy kicsit. A rendőrség a sebesség túllépés mellett kiemelt figyelmet fordít az elsőbbségadás, valamint a kanyarodás szabályainak betartására is. Továbbá ellenőrzik a passzív biztonsági berendezése, például a biztonsági öv használatát, valamint a vezetés közben mobilozókat is.